Sziasztok, kedves MPV-sek, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit a csatornán, és minden szerdán mostantól ilyen dó tippeket fogunk megosztani, már nem csak én, hanem hamarosan hirdetjük a nyerteseket is a oktatói pályázatunkra, amire május 14-ig várjuk az ilyen jellegű videókat mert egy páratokkal beszéltem, és nagyon sok fajta tartalom lesz, nagyon sok dóval. Én a Logitech témát fogom vinni, mert néha a Lunát, ha majd így kicsit befoltozták a programot, úgyhogy sok izgalmas dologgal készülünk. És a mai nap pont egy olyan témát hoztam nektek, hogy nagyon sokan szeretitek az Abletonban a drámreket például. És az FLS-ek már nagyon szeretik ezt a PATTEN rendszert, és nagyon kevesen tudják, de ezt meg lehet logikban is csinálni bizonyos tekintetben, főleg a dob programozásnál, a dobré programozásnál, és ezt szeretném megmutatni nektek, mert szerintem nagyon kevesen tudtok erről a funkcióról. Szóval ahhoz, hogy ilyen drámrek szerűséget kapjunk, és ezt pattern rendszerbe tudjuk megírni, nem más kell megnyitnunk, mint a nagyon-nagyon utált Ultra beat ami a Logic 6-os vagy 7-es verzió óta benne van, is. mindenki ilyen ördögtől való dolognak hisz, hiszen nagyon ronda, mert nagyon túl sok lehetőség van benne, és ezért sokan nem szeretik, pedig ugyanazokat a dolgokat meg tudjuk csinálni vele, mint mondjuk Tomban. Itt a Drum Banks alatt, helyett a Drum Kids-ben megkeressünk egy olyat, hogy Drag and Drop Samples, nem tudom miért van ide így eldurva. szépen innentől kezdve ide be tudunk húzni bármilyen szempelőket. Nézzünk mondjuk egy high hat et én ezt be is készítettem ide, legyen ez egy Closed high hat nevezzük el ezt dupla kattinkással high hat nek keressünk valami klappot, valami kleppet, amit kicsit vissza lesz, Clapp on beat clap legyen. Tight. Mi az a tight? Jó lesz ez, tökéletes lesz. És ezt hívjuk clapnek. és már csak valami plábdob kéne. Valami kick. Punch legyen, legyen punch Ú, de milyen kick ez. Legyen ez. És ő lesz a kickünk. És innentől kezdve látjátok, betöltöttük a szempölünket és meg tudjátok határozni a sample startot, a sample endet, akár reverse-be is tudom azt az egészet tenni, akár szűrőt is, elefót is, bármit rá lehet kötni, meg itt a pitch is lehet modulálgatni dolgokat, nem akarok most ebbe belemenni. Sokfajta lehetőség van, amit meg szeretnénk mutatni, hogyha itt a full view-t kattintunk, akkor ilyen kis pattern rendszert kapunk a kis beépített szekvenszerünkbe, elkezdi az ember szépen beütögetni a dolgokat. Legyen 16-os. És ha azt mondjuk, hogy ezzel kész vagyunk, ez fantasztikus lett, most ne nézzétek ennek a minőségét, most nem ezt akarom demonstrálni. És ha ezzel kész vagyunk, itt van alul ez a pattern rész, fogom, és ide ráhúzom. És itt meg is jelenik a kis történetünk, amit csináltam vele. Mutatok egy tök jó funkciót, ha alma út megnyomom, akkor pont loopolja azt, amit kijelöltünk. Itt nyilván az lesz a probléma, hogy ez itt egyben van. És nyilván erre akar az ember külön effektet tenni, ennek a hangerő arányát akar állítani, nem a velocity-val akar szenvedni. Erre is mutatok egy trükköt, és akkor mára ennyi. Jobb klik, és azt mondjátok itt a midi résznél, hogy separate by note pitch. És innentől kezdve megtörténik a csoda, kettészedi a dolgokat, csak át kell írni, hogy ez a cín, ez a taps, és ez a kik, és ezt ki is lehet törölni és már lehet is ezzel dolgozni. Remélem hasznos volt mindannyiótok számára, és ha valaki szerette a drámreket az éből, tomban meg ezt a pattern alapú rendszert az FL-be, akkor ezt itt is meg tudja csinálni. Sajnos csak a dobokkal, de azért ez is több, mint a semmi. Jövő éte jövünk újabb tippekkel, és május 16-án szerintem eredményt is hirdetünk, hogy kik lesznek azok az oktatók, akik különböző davokban fognak oktatni itt a szerdai napokon, így váltásban. Vigyázzatok magatokra, holnap jövünk majd a kérdezfelelek részsel.